Katalóniában továbbra is tart a szükségállapot. Egyes területeken évek óta nem esett az eső, és a vízkészletek szinte teljesen kifogytak, így a kiszáradás fenyegeti a turisták által kedvelt úticélt Barcelonát. A helyiek pedig tüntetnek a vízspórolás mellett. A mediterrán régióban nem új keletű probléma a szárazság. Vannak olyan területek, ahol évek óta nem esett az eső, ez pedig vízhiányt eredményezett, így Katalóniában is. A vízkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket február 1-én hozta meg a katalán kormány. A húsvétkor Barcelonába érkező turistákat most nem csak a napsütés és a varázslatos Sagrada Familia fogadja majd, hanem azok a tüntetők által kiragasztott feliratok, amelyek arra próbálják meg felhívni a figyelmüket, hogy kevesebb vizet használjanak. A vízhasználat kérdése csak olaj a tűzre, mert a helyieknek alapból gondjuk van a túlzott turizmussal. Hallottam a híreket, hogy vízkorlátozás van az aszály miatt, ezért az iskolában szóltunk a gyerekeknek is, hogy kevesebb vizet használjanak. De nyilván a turisták 3 napra jönnek, nem feltétlenül veszik ezt komolyan, de mi érezzük a negatív hatásokat. Nincs víz a szökőkutakban sem, és a növényzet is nagyon száraz. Zárjuk el a csapot a turizmus előtt, vagy folyók és víztározók víz nélkül, a szállodák medencei tele. Ezek az üzenetek jelentek meg a tüntetők táblái. Méltatlan, hogy az a fő kérdés, hogy figyelmeztessük-e, vagy sem a turistákat, amikor az a probléma, hogy a folyóink kiszáradnak és nehéz helyzetbe kerülhetünk. Ezért ebben a helyzetben nem lehetséges, hogy olyan ágazatok, mint a turizmus diktálják a vízgazdálkodással kapcsolatos szabályokat, különösen Katalóniában és Barcelonában. Bár elsősorban a szállodákat okolják a pazarlásért, és a legtöbbet valóban az 5 csillagos hotelek fogyasztják, 2022-ben ez átlagosan napi 242 litert jelentett. A mostani előírások értelmében a lakosok napi 200 litert használhatnak maximum. A víztározók mindössze 15%-ig vannak tele, emiatt vezették be a szükségállapotot. Becslések szerint azonnali, legalább 500 mm esőnek kellene esnie, hogy a hiányt pótolják. A parkok öntözését beszüntették és talajvizet használnak, hogy megmentsék a város 35 ezer fáját a pusztulástól. Továbbá már a strandokon sem lehet zuhanyozni. Szerintem nem az a lényeges, hogy a strandokon működnek-e a zuhanyzók. Ami sokkal fontosabb az, hogy tudjuk-e azt az üzenetet küldeni, hogy a turisták továbbra is jöhetnek, de nem lesz annyi vízük, mint eddig, hiszen muszáj, hogy az itt élők is tudjanak normális életet élni. A korlátozások legalább 15 hónapig érvényben maradnak. Spanyolország időjárására eddig is jellemzőek voltak az aszályos időszakok, de a klimatológusok egyetértenek abban, hogy ezek egyre hosszabbak, miközben a csapadékmennyiség csökken, a hőmérséklet pedig tovább emelkedik.